Önnepi hangulatban ébredt Brüsszel Uniós negyede az Európa Párti Emmanuel Macron győzelme után a vezetők gyorsan gratuláltak az újraválasztott francia elnöknek, akiben megbíznak. A bizottság elnöke Ursula von der Leyen a Twitteren azt írta, együtt előrelépnek Franciaországban és Európában is. Az Európai Tanács elnöke pedig azt posztolta, bravo Macron, számítunk rád. Az Európai Néppárt lengyel elnöke Donald Tusk Marine Le Pen Putyinhoz fűződő viszonyára utalva azt írta, több Európa, kevesebb Oroszország, éjjel Franciaország. A korábbi belga miniszterelnök és jelenlegi EP képviselő Giefer Hofstadt a szlovéniai radikális miniszterelnök bukására utalva azt írta, két pont az EU-nak, nulla a populistáknak. A Twitteren sok uniós szakértő is azt írta, hogy a választási eredmény jó hír Európának és Franciaországnak is. Ennek az az oka, hogy Macron ellenfelének, Marine Le Pennek nincsenek szövetségesei Brüsszelben. Hasonlóan vélekedtek az európai lapok is, a belga de standard nagy európai megkönnyebbülésről írt. Az olasz La Repubblica úgy fogalmazott, Macronnal Európa győzött. A spanyol El Pais viszont Franciaország megosztottságát hangsúlyozta, és ebben az utóbbi pontban a legtöbb lap egyetért. A megosztottság ugyanis azt jelenti, hogy a franciák tömegei elégedetlenek, ráadásul sokan nem szavaztak. Az írországi Sunday Independent című lap arra figyelmeztetett, ha nem hallgatnak az emberekre, akkor fel kell készülni a populizmusra, és ez nem csak Franciaországra igaz. Nem elég azt mondani az embereknek, hogy az EU jól teljesít, ha ezt a mindennapokban a gazdasági válság alatt nem érzik, vagyis itt az ideje annak, hogy a politikusok az emberek problémáival foglalkozzanak, különösen a megélhetési válság alatt.